csapatot a sárkány évéről légtöbben, átfogad egy imádivaló teremtés, nagy hangon, remek mozgással, bűvályos személyiség, jöjjön! Köszönöm Annának ezt az életet, csodálatos szavakat, hihetetlen jó tájékozott, és mindent tud az életemről, ez nagyon megtisztelő egyébként. Hát először is boldog születésnapot, kedves Csaba Szenttel. Én azért nem először fordulok itt elő, és bizony már többször is ünnepeltünk mindenféle ügyből kifolyóban, de egy születésnapon még eddig nem voltam. Hogy itt most szeretnék a maga módján ünnepelni az én régi kis talaimat. Vagy ezeket a régi... Hát én újon is jöttem a célműsorom egy történettel. Egy nagyon rosszul van történet, aki történetesen Párizsban való. Ugye vannak itt ők bőven, de gondoltam rá, hogy
azért néha-néha jól esik ezeket a régi elfelejtett dalokat is előkutakodni, hát ha megtetszenek nektek, és abból a 450 dalból azért akad ilyen bőven. Hát ez a következő 80-as évekbeli dal, ez tulajdonképpen olyan tipikus neotan, emberekről szól, férfiakról, nőkről, ezekről az állandó köztünk lévő viszonyokról. Mit jön a játék, ez a dal címe? Most tudtam helyről, egyre
Köszönöm szépen! Hát persze Arnautónak is voltak példaképei, voltak nagy-nagy szerelmei. Ilyen például a Mátyit, és imádtuk az Abbát, és egyszerűen nem tudtunk ellenállni a daloknak. Így aztán előfordult, hogy néhány dalt magyarra is lefordítottunk. És hogyha belekérünk egy kicsit ebben a nosztalgikus, egy szülinapos hangulatban, akkor szeretnék elénekelni egy dalt, ami valószínűleg egy a legszebb dala az Abbának, és egy végvezésekben a címe csak annyi magyarul is, hogy Csikitíke. Thank you.
érdekes történetek vannak, mint az ember körülményben, mert a tegnap például Pakson, amikor koncertezték, oda jött a koncert előtt egy ilyen tisztességben megőszült, öreg hajlott hátú bácsi, és azt mondta, szia Éva! Úgy csókolom. Szóval tudod, hogy a tizenétek előtt dől fel a kajon? Kösz. Ez az egy fellépés, egy koncert előtt, ez jól esett. De mondom, tudod mit, hogy mi is van ezen a zenélőtünkből, sőt, én is ezen lőttem, hiszen alig voltam 20 évesen, amikor megkerültem a Leóton Valóriába, és most ilyen 32. Még mindig érdekel. És szeretnék hozzájuk felnőni, mert ezeknek a tanulóiknak van valami előtt. Ilyetem, és újra énekelni. Hát ez a következő, ez nem is volt olyan régen, várjunk, hogy 1979-et írtunk, amikor kitört a diszkólázani autók familiában, és talán ez volt az egyik legsikeresebb korszak a csapatnak. Ebből a korból következik egy nyitán, a diszkó nyitánya. Hát szóljon most itt, ha már szembeteste van. Isten hozzon benneteket a Neoton Diszkóba.
jó kis kacsikartban fogjék, köszönöm. Na de, az, hogy egy dalból mikor lesz sláger, hát ez eszébe sem kerül, hogy 40 év alatt megfejteni, megmondom őszintén. Annyit, de annyit gondolkodtunk rajta. Hát ez a következő dal. Yeah.
búcsúzunk. Búcsúzom egy utolsó dallal, ami... Sírásban nevetésre hiszem, ez ezen a dologban.
utóbbi az egészé. Köszönöm!